Ma egy piszok egyszerű szakkifejezésről lesz szó, amit a vizuális kultúra meg annyi területén használunk, mivel azonban a hétköznapi használatban teljesen mást jelent, másképp használjuk, ezért érdemes egy picit elidőzni vele. Kukkolni fogunk. Mi sem egyszerűbb beszélni erről. A tekintet az, hogy én nézek valahová, és ha nagyon szűkíteni akarom az értelmezési tartományt, akkor hozzáteszem, hogy a nézés szándékos irányítása maga a tekintet. Az értelmező szótár szerint a következőket lehet elmondani erről. A tekint igével kifejezett megnyilatkozás, valakinek rendszerint valamely érzést kifejező nézése, szeme, arca, illetve valakire, valamire irányított pillantása. Árgus, átható, borús, komor tekintet, mind valamiféle érzelmi viszonyulást fejeznek ki, mind a mellett intencióval felruházott cselekedetet, valami irányított, szándékos kifejezésmódot. Fontos mind a mellett, hogy azonnal szituációról szól. Nem csak úgy nézelődik az ember, nem csak pillantgat erre-arra, hanem szándékosan irányítja a figyelmét valamire vagy valakire, és mindezt úgy teszi, hogy rögvest valamiféle tárgya is van ennek a nézésnek. Márpedig ha tárgya van, akkor alanya is kell, hogy legyen, és nyilván adódik a helyzet struktúrájából, hogy az alany szükségszerűen az, aki tekint. Amikor vizuális kultúráról vagy a vizualitás valamiféle elméleti taglalásáról van szó, akkor persze éppen ezt a teljesen hétköznapi szituációt, helyzetet vesszük alapul, ezt a viszonyrendszert boncolgatjuk, de hirtelen ezeknek a kijelölt pozícióknak különös jelentősége lesz. A szubjektum vagy a tárgy, azaz az objektum, iszonyatosan sokrétű kifejezések, ahány elméleti rendszer úgy fogalmazza át, úgy definiálja ezeket a kifejezéseket, ahogyan éppen abban a keretben szüksége van a különböző viszonyrendszerek leképezésére. Ezért néha kifejezetten bonyolult visszafejteni, hogy tulajdonképpen mit is jelentenek ezek a kifejezetten alapvető szakkifejezések. De nem kell megijedni, most egyszerűsítünk a dolgon. Adott tehát valaki, aki néz valamit, egy tárgyat. Ha rajzórán ülünk, akkor tudja, hogy egy háromszög alakzattal fogjuk jelölni ezt a viszonyrendszert, aminek a csúcsára helyezzük az alanyt, és ezzel szemközt arra a síkra, arra a vonalra fogjuk elhelyezni a tárgyat. Ez a monokuláris perspektíva legegyszerűbb vázlatrajza, vagyis az a perspektívikus ábrázolás, amely a nyugati művészet meghatározójává vált, a reneszánsztól kezdve egészen tudatosan. Ott van tehát a néző kukkoló a háromszög csúcsánál, és mivel a tárgy tőle elkülönülve helyezkedik el, és mivel szemmel tudja tartani azt, ezért úgy érzi, az ő tekintete uralja az egész vizuális teret. Úgy is mondhatjuk, hogy tekintete befogja a tárgyat és annak térbeli elhelyezkedését. Olyan, mintha valami mesterpozíció lenne, ami valamiféle erőt, kontrollt sugall. És most jön a csavar. Amikor a múzeum csendes termében egy kiváltképp kedves festmény vagy fénykép előtt áldogálva úgy érezzük, hogy tökéletesen egy térben vagyunk a képben megjelenő tárgyal, jelenettel, vajon feltettük-e már valaha azt a kérdést, hogy miért van az, hogy tényleg olyan érzésünk van, mintha részt vennénk ebben a képben, mintha belépnénk a kép terébe. Mégis hogy lehet az, hogy a kép perspektívája tökéletesen illeszkedik az én valós perspektívámhoz, ahhoz, ahogyan én láthatom, ahogyan én megpillanthatom a tárgyat. És ha ezeket a kérdéseket tovább boncolgatjuk, gyorsan rádöbbenhetünk arra, amiről a tekintet fogalma elméleti szempontból szól. Vagyis arra, hogy a tekintet hatalma, kontrollja, kép, illetve tárgy fölötti uralma puszta illúzió. Sőt, az is hamar kiderül, hogy valójában nem is mi nézzük a képet, hanem... igen... a kép néz bennünket. Hogy ne rébuszokban és idiótának tűnő szlogenekben beszéljek, gondoljunk csak bele. Hogy is kezdenénk hozzá egy tök egyszerű kép megalkotásának? Tanultuk annó rajzórán, ismernünk kell, hogy milyen perspektívából ábrázoljuk a kép tárgyát. Ha ezt most még egyszerűbben akarnánk megfogalmazni, akkor azt lehetne mondani, hogy a kép születése előtt ki kell jelölnünk azt a képzeletbeli pontot, ahonnan a képet nézve tökéletesen valósághű térhatást tudunk elérni. Következésképpen a kép megszületése előtt kell létrehoznunk, kijelölnünk az alany, vagyis a néző pozícióját. Ha mindezt elfogadjuk, akkor bizony az a helyzet, hogy a képet a nézőhöz képest hozzuk létre,
Vagyis nem csak úgy festegetünk a világba, hanem annak tudatában festünk, hogy azt majd milyen pozícióból fogják befogadni. Következésképpen belefestjük a képbe a néző pozícióját, vagyis azt a vizuális struktúrát, aminek keretében a kép képpé válhat, vagyis befogadható lesz. Ezzel azonban az is jár, hogy strukturális értelemben az a háromszög, amit az előbb rajzoltunk, átfordul a másik irányba. Vagyis immáron a képben rejlő távlati pont válik a háromszög csúcsává, és bizony mi kerülünk át a vele szemközti oldalra, az egyenesre. Ez az a szitu, amikor olyan, mintha a kép nézne bennünket. Vagyis hirtelen tárgyiasulunk, objektummá válunk. De van erre egy szuper példa, ami sokkal plasztikusabban, egyszerűbben megmutatja, mit hadovál az elmélet, és ebből talán világossá válik az is, mi értelme a tekintet fogalmáról ilyen elvontan beszélni. Ifjabb Hans Holbein talán leghíresebb festménye az 1533-ban készült Követek, talán a legtöbbet idézett anamorfózist használó kép a művészet történetében. A képen két férfit látunk a korra jellemző öltözékben, és ahogy szokás, az őket körülvevő tárgyak nagyban hozzásegítenek társadalmi státuszuk, műveltségük és érdeklődésük bekalibrálásához. Azonban a kép alján, középen van egy paca, ami abszolút nem illik a képbe, mintha egy zárvány, egy idegen test hekkelte volna meg a szabályosan felépített képmezőt. A kép trükkje az, hogy ha hagyományos perspektívából, a háromszög csúcsával jelzett pozícióból nézzük a festményt, akkor nem fedi fel titkát. Ha azonban oldalról, a kiállító termet elhagyva visszapillantunk a képre, akkor ugyan nem tudjuk élvezni a képet magát, azonban a paca hirtelen tökéletesen láthatóvá és értelmezhetővé válik, hiszen egy koponya emelkedik ki a síkból. Ez az anamorfikus példa arra jó jelen esetben, hogy megmutassa, mennyire mesterségesen létrehozott a néző pozíciója, és hogy korán sem ez a vizuális teret uraló pont, hanem az, amit jelen esetben a koponya tekintete jelez. És itt konkrétan pont tökéletes képzetről van szó, a tekintet ugyanis Jacques Lacan, francia pszichoanalitikus gondolkodó szerint megfoghatatlan, csupán illúzió, illékony képzet, és csak hatásként tudjuk tetten érni. Mindez tökéletesen ellentmond annak, ahogyan a szót hétköznapi értelemben használjuk. De mi ennek az egésznek az értelme? A nézés és a tekintet szétválasztása az alany és a tárgy megkülönböztetése miatt vált esedékessé. Ugyanis a francia diskurzusban a két fogalmat egy szóval jelölték, le regard. Jean-Paul Sartre is így használta ezt a kifejezést, amikor egy kukkolóról beszélt. Azonban Lacan szerint ez a használat eltussolja a lényeget, és nem világítja meg rendesen a vizuális tér szerveződésének sajátos logikáját. Sartre azt ecseteli, hogy a kukkoló, aki rejtve van a tekintet tárgya elől, ha valamiféle hatásra hirtelen úgy érzi, lelepleződik, azonnal tárgyiasul, mint egy önmaga látványává válik, vagyis mintha kívülről látná önmagát, hiszen egy elképzelt tekintet hatása alá kerül. Vagyis megint arról van szó, ahogy a látás alanya hirtelen látványá válik. És épp ennek a trükkös kis folyamatnak a megértésére vezeti be Lacan az angol look és gaze, vagyis nézés és tekintet fogalompárját. A már ismert háromszöggel illusztrálja, hogy amint ez a fordulat bekövetkezik, a háromszög megfordul, és a csúcs a képből indul ki, mintha Holbein koponyája nézne vissza ránk, és ez a fordulat hozza létre, és működteti magát a képet is. Ebbe a vizuális térbe sétál be az alany, és elfogadja az előzetesen kijelölt pozíciót, amiben azt gondolja magáról, hogy ő uralja ezt a teret. Pedig dehogy. Biztosan előfordult már mindenkivel, hogy valamilyen nyilvános térben tartózkodott, mondjuk olvasgatott, vagy épp a telefonján a végtelen scrollozás műveletét végezte, és az a furcsa érzete támadt, hogy mintha valaki nézné őt. Ahogy egyre kényelmetlenebbé válik ez az érzés, az ember felpillant, keresi a tekintet forrását, azonban soha nem fogja megtalálni. Mert hogy nincs is. A nézés ugyanis mindig egy konkrét ponthoz, a szemhez köthető, míg a tekintet csupán képzetes jelenség. És épp ezért csak hatásában tudjuk tetten érni. Azóta persze sokan sokféleképpen definiálták már a tekintet fogalmát, többnyire minden elmélet olyan színezetben értelmezi át és újra, ahogy az éppen adott kerethez szükséges. De érdemes fejben tartani ezt az eredeti elgondolást, mert nagyon nagy segítséget jelent a tekintetek által övezett elméleti útvesztőben, hogy egy tökéletesen durva, őrületes képzavarra zárjam a mai mantrámat.